Szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt van elsősorban, másodszorban pedig, akik a interneten próbálják közvetítésünket hallgatni, nézni. Valamit akartam még mondani. Tehát ugye a tavalyi évünk az a évfordulók hegyében zajlott, hogy 200 éve volt Foucault, meg 100 éve az EAU, meg 50 éve lépett ember a Holdra. Hát az idén nincsen ilyen jellegű témánk, hanem csillagászattal foglalkozunk. És valamikor néhány évtizeddel ezelőtt, amikor megkérdezték tőlem, hogy fekete lyukakról valamit, azt mondtam, hogy az egy matematikai konstrukció. Ez volt akkor, és most itt vagyunk. Kiderült, hogy mégsem az. Jut eszembe, hogy ez úgy volt annak idején, hogy Lukács Béla volt a meghívott előadónk, és zsufolásig telt terem, és múlik az idő, és a Béla sehol, és akkor már fél óra eltelt, még mindig nincsen a Béla, semmi hír róla, hát évtizedekkel ezelőttről van szó, ugye nem volt mobil se semmi. Összeszedtem a gondolataimat, és akkor már nem maradhat így a közönség, és akkor elkezdtem helyettesíteni, egy kicsit tartani egy előadást, hogy a negyed órányit összeszedtem magamba, és mikor már lassan éppen a vége felé értem, már majdnem a vége volt, egyszer csak a Béla megjelent az ajtóba, kiderült, hogy valahol Gárdony és Agárd között valaki eláugrott a vonatnak, és állt egy órát a vonat, tehát ezért nem tudott eljönni. Hát ilyen története is van ennek a dolognak, de most nem ez a helyzet. Több szempontból nem ez a helyzet, úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm a körünkben megjelent Vinkó Józsefet, aki hát szegedi származású, és amikor én elkezdtem az egyetemet, ő akkor éppen 4 éves volt, úgyhogy nem találkoztunk. Ott, akkor, abban az időben nem találkoztunk. Józsi kiváló kutató, egy darabig a Szegedi Egyetemen volt, mostan pedig nem tudom hány éve költöztél Pestre. Négy éve, tehát a Csillagászati Kutatóintézetben dolgozik. Sok-sok cikke megjelent, 300 fölötti, 100-nál több külföldi folyóiratokban, 1800-nál több hivatkozása van. Úgyhogy azon kívül itt aki ismerősünk, ugye többször tartott már előadást körünkben, a szakkörösöm, a Kötél Laci tanítványa volt, és egy másik tanítványa is emlékezetes, aki jelenleg Bostonban, illetve hát a Cambridge-ben pontosabban a Massachusetts Institute of Technology-n műszerfejlesztő, Fűrész Gábor, ő is tanítványa volt. Na, tehát akkor én most elég sokat beszéltem. Még annyit, hogy következő hónap utolsó keddjén, meg a április utolsó keddjén is lesz még előadás. Jövő hónapban ugyanebből az intézetből lesz az előadónk, aki viszont a Pluton túli világot fogja nekünk majd elmesélni, és a április előadónk pedig Keresztúri Ákos lesz, akivel még nem egyeztettük pontosan a előadás címét. Akkor Józsinak átadom a szót, és kezdjed meg. Oké. Köszönöm szépen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is a tisztelt megjelent hallgatóságot, érdeklődőket. Hol is kezdjem? Hát a Gyuri bemutatott, úgyhogy a bemutatkozási részen már túl vagyunk. Kicsit azért zavarba vagyok, mert én nagyon sok helyen tartottam már az országban csillagászati ismeretterjesztő előadást, konkrétan itt Fehérváron még sose. Úgyhogy tényleg ez egy ilyen első alkalom, ami furcsa, de valahogy így hozta az élet. Szóval az a helyzet, hogy amikor a Gyuri megkért egy pár hónappal ezelőtt, hogy jó lenne valami érdekes témáról előadást tartani, akkor jutott eszembe az, hogy ezt a kicsit furcsa című előadást, ezt talán itt is bemutatnám, és akkor remélhetőleg egy pár érdekes dolgot el tudok ezen tényleg annak idején még csak matematikai konstrukciónak gondolt objektumokról mondani.
Előjáróban annyit hadd mondjak, hogy az a tapasztalatom szerint sose jelent túl sok jót, amikor az előadónak már a címet is el kell kezdeni magyaráznia. Többnyire olyankor idegen szavak szoktak előfordulni a címben. Itt most azért nem ennyire súlyos a helyzet, de azért némi magyarázatul úgy gondolom, hogy mégiscsak kellene, némi magyarázatot meg kellene ejteni, tekintettel arra, hogy még a helyi hírközlő lap is valami egészen furcsa szalagcímmel hozta le a mai előadásnak a beharangozóját. Úgyhogy egy kicsit megmagyaráznám ezt, hogy mire is gondolok, hogy arra, hogy az univerzum konyha malacai. Erről akartam is mondani, csak elfelejtettem a elején. Oké. Okay. Mondhatom két szóval. Persze. Bekapcsoltam a mikrofont, csak még. Persze. Bocsánat, hogy megszakítottam. Tehát én is gondolkodtam ezen a címen, hogy hát milyen cím is eszett malac, mit? Mi üzenem, hogy malac, hogy malac, röfög. Fekete lyukak röfögnek? Hát talán nem. Hát mit lehet csinálni belőle? Hurkát, kópászt. Hát talán nincsen olyan jó íze a fekete lyuknak. Hát aztán arra gondoltam, és akkor most majd elmondja Józsi, tényleg ő mire gondolt, hogy mindent fölzabál, mint a malac. Erre. Így van, pontosan erről van szó. Ez áll a kicsit talán ilyen furcsának vagy viccesnek tűnő címadás hátterében. Tehát ugye arról van szó, hogy a fekete lyukak azok többek között arról ismertek, hogy hát ami a vonzás körzetükbe kerül, azt előbb-utóbb bekebelezik. Konkrétan itt ezen előadás során többek közt erről fogok majd mesélni, hogy ez a folyamat, ez hogyan zajlik le, és mit tudunk erről, hogyan tudjuk ezt az univerzum megismerésének az egyik ilyen érdekes tanulmányozott folyamatává felhasználni. Oké, akkor még előjáróban a következő dia bevezetéséhez annyit elmondanék, hogy én annak idején a 80-as évek végén végeztem el Szegeden az akkor még József Attila Tudományegyetemen a fizikus szakot. És ugye akkoriban a fekete lyukak azok még nem teljesen voltak ismertek, mint létező objektumok. Úgyhogy akkoriban járta az a vicc a fizikus berkekben, hogy a fekete lyuk az olyan, mint az abszolút vákum, hogy csak a fizikusoknak a fejében létezik. Na most ez azóta már ugye átalakult, megcáfolódott, és azóta bebizonyosodott, hogy fekete lyukak azok ténylegesen valóban létező objektumok. De miről is van szó? Mik ezek a fekete lyukak? A fekete lyukak olyan különleges égitestek, amelyeket extrém erős gravitáció jellemez. Annyira erős a gravitációjuk, hogy még a fényt is magukba zárják. Tehát fénysebességgel sem lehet elszakadni az erős gravitációs mezeiktől. Régóta tudjuk azt, hogy ilyenek léteznek, legalábbis elméleti úton, ezeket már nagyon-nagyon régen, több száz évvel ezelőtt megjósolták. Az utóbbi néhány évtizedben sikerült a csillagászoknak olyan bizonyítékokat előteremteni, amelyek kétségkívül minden kétséget kizáróan igazolták, hogy a fekete lyukak azok ténylegesen léteznek. Ez az ábra, ez az Interstellar című filmből van ide kivetítve. Ugye ez egy ott bemutatott, realisztikus, tehát a konkrét egyenletek alapján megrajzolt fekete lyuk képet mutat. Nagyjából úgy gondoljuk, hogy így néz ki tényleg egy fekete lyuk. Itt, amit látunk, pontosabban nem látunk, itt ez a feketeség, ez nem magának a fekete lyuknak a felszíne, hanem egy határ, ameddig a mi világunk úgymond tart. Ez az úgynevezett eseményhorizont. Magyarázatát majd nem sokára el fogom mondani pontosabban. Lényegében arról van szó, hogy a fekete lyuk az tulajdonképpen egy a mi világunkon kívüli valamilyen képződmény. A mi világunk, az általunk ismert fizikai törvények, azok lényegében itt az eseményhorizontig tartanak. Eddig tudjuk azt, hogy mi történik, innentől kezdve igazából nem tudjuk, hogy mi történik. Jó? Ezen kívül a fekete lyukak azok többnyire soha nem magányosak, hanem mindig van valamilyen anyag körülöttük, és ez az anyag a gravitáció hatására kering a fekete lyuk körül. Ebből formálódik ez az úgynevezett akréciós, vagy anyagbefogási korong, és ebből a korongból hullik anyag a fekete lyukra. Ezt a furcsa kör alakú képződményt pedig az úgynevezett gravitációs lencse hatás eredményezi, ami azt jelenti, hogy a fény az erős gravitációs térben meggörbül, tehát görbe vonalú pályán halad.
és itt lényegében a fekete lyuk esemény horizontja mögé látunk, és onnan látjuk az akréciós korongnak az ide vetülő képét. Tehát ez itt valójában, itt fönt, az akréciós korongnak itt az esemény horizont mögött elhelyezkedő része, csak ez ide a görbevonalon haladó fény út miatt ezt itt kívül látjuk. Szóval ilyen érdekes jelenségeket képes egy fekete lyuk csinálni, és ezeknek a létezését legelőször már, amint látható, már így a 19. század elején, 1800-as években Pierre Simon Laplace, híres francia matematikus felvetette. Az elkövetkezendő diákon fogok mutatni néhány képletet, ezekben nem fogok belebonyolódni, ezt csak azok számára mutatom, akik esetleg érdeklődnek az iránt, hogy az itt megjelenő állítások, azok milyen fajta összefüggésekből, milyen formulákból következnek. Lényeg az, hogy Pierre Simon Laplace volt az, aki kiszámolta konkrétan, hogy mekkora lenne egy olyan égitestnek a mérete, amelyiknek a felszínéről a szökési sebesség, az pont egyenlő lenne a fénysebességgel. Ezt nagyon egyszerűen ki lehet számolni. Adott tömegű és adott méretű égitestnek a felszínét egy bizonyos sebességgel lehet elhagyni. Ezt hívják úgy, hogy szökési sebesség. Ugye ez a Föld esetében az a bizonyos 12 km per szekundum, tehát kilométer per másodperc, amivel ugye a Hold utazásnál a végül is a Szaturn 5-tel a Hold kompot el kellett indítani a Hold felszíne felé. Jó, na most egy fekete lyuk az ennél egy kicsit nagyobb szökési sebességet igényel, konkrétan a szökési sebesség pont egyenlő a fénysebességgel, akkor beszélünk fekete lyukról. Minden tömeghez tartozik ennek megfelelően egy adott méret, ahol a szökési sebesség az pont éppen a fénysebesség. Ezt a méretet, ami tehát ez az adott tömeghez tartozik, és a fekete lyuknak a határát jelenti, ezt hívjuk úgy, hogy gravitációs sugár. Schwarzschild sugárnak is emlegetik, gravitációs sugár az talán egy kicsit kifejezőbb. Tehát lényegében minden bármely tömeggel rendelkező égitestnek, tömeggel rendelkező testnek létezik egy ilyen gravitációs sugara, ahonnét kezdve tulajdonképpen, ha ennyire összenyomnánk az égitestet, akkor az fekete lyuk lenne. A nap esetében ez a gravitációs sugár, ez 3 kilométer. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a napnak a jelenlegi tömegét megtartva, ugye 2×10^30 kilogramról van szó, ezt a jelenlegi tömeget megtartva egy 3 kilométeres sugarú gömbbe kellene így összezsúfolni, és akkor fekete lyuk lenne a napból, akkor fekete lyuk válna a napból. Onnantól kezdve a fénye az eltűnne, nem látnánk, mert nem tudna kiszabadulni a felszínéről, viszont a gravitációja továbbra is helyén maradna, tehát az összes többi bolygó az pontosan ugyanúgy végezni a keringését körülötte, mint ahogy korábban. Azért szerintem megegyezhetünk abban, hogy nagyon-nagyon jó dolog az, hogy a természet az így megnehezíti a fekete lyukaknak a létrejöttét. Tehát nem olyan könnyű 2×10^30 kilogramm tömeget 3 kilométer sugarú gömbbe összezsúfolni. Hála Istennek! Ez azt jelenti, hogy a fekete lyuknak a létrejötte az nagyon-nagyon speciális, borzasztó, különleges fizikai körülmények között lehetséges. Lépte nyomon nem tudnak fekete lyukak keletkezni, csak úgy, hopp. És ez nagyon-nagyon jó dolog, mert különben sok-sok problémánk lenne. Jó, ez csak arra utaló dia, hogy Laplace-nak az elképzelését már korábban megelőzte John Mitchell, angol filozófus, aki már úgy szintén Laplace előtt egy pár évtizeddel felvetette azt, hogy léteznie kell ilyen sötét csillagoknak, általa sötét csillagoknak nevezett égitesteknek, amelyek tehát a fényt nem engedik ki a felszínükről. Ő úgy gondolta, hogy helyesen kiszámolta egyébként, hogy ha lenne ilyen égitest, aminek a sűrűsége a napsűrűségevel egyezne meg, akkor ennek a mérete az 500 napsugárnál nagyobb kellene, hogy legyen. Tehát ő kimondottan ilyen gigantikus, nagyméretű, ilyen sötét csillagokat képzelt el. Hát a tapasztalat azt mutatja, hogy a fekete lyukak azok nem ilyenek, hanem nagyon-nagyon sűrűek, sokkal sűrűbbek, mint a nap. Oké. Megint a képleteket, azokat nem akarom itt most előhozni, pusztán csak a fogalmakat szeretném felvillantani, hogy egy fekete lyuknak milyen sokféle érdekes tulajdonsága van. Legelőször is talán a legismertebb és a legkülönlegesebb az az idődilatáció. A fekete lyuknak annyira erős gravitációs tere van, hogy az idő múlása az másként telik, mint a kis gravitációjú helyeken az univerzumban. Konkrétan az időnek a múlása lelassul
az univerzum többi részéhez képest. Annál lassabban telik az idő, minél közelebb vagyunk a fekete lyukhoz. Ez azt jelenti, hogy a fekete lyukat megközelítő űrhajós számára például egy óra vagy egy perc, az az univerzum többi része számára sokkal hosszabb idő lesz. Az űrhajós, vagy valaki, aki oda kerül, elkezd sokkal lassabban öregedni a fekete lyuk erős gravitációs terében. Ez az általános relativitás elméletnek az egyik jóslata, amit annak idején Einstein számolt ki először, és tárta a nagy közönség elé, és azóta bebizonyosodott ez, hogy valóban így van. Sőt, olyannyira, hogy sikerült még az effektust ki is mérni, persze nem fekete lyukak közvetlen környezetében, csak itt a Földnek a gravitációs környezetében, atomórákkal sikerült igazolni, hogy valóban erősebb gravitációs térben lassabban telik az idő, tényleg. Oké? Minél közelebb vagyunk a fekete lyukhoz, tehát annál erősebb ez az effektus. Konkrétan, hogyha elérjük a gravitációs sugarat, tehát az eseményhorizontot, akkor ott megáll az idő. Tehát ott gyakorlatilag végtelen hosszú időnek kellene az univerzumban eltelnie ahhoz, hogy ott valami történjen. Tehát formálisan az eseményhorizontnál megáll az idő. Ezért is hívják eseményhorizontnak. Ott, mintha befagynának a történések. Oké, a másik érdekesség, amit már említettem, ez a térgörbítés. A fekete lyuk meggörbíti maga körül a teret, ezáltal a fénysugár nem egyenes vonalú pályán halad körülötte, és ez a jelenség a gravitációs lencsézés, tehát a fénysugarak azok nem egyenes, hanem ilyen görbevonalú pályán haladnak. Annál jobban görbültek, minél közelebb megy a fekete lyukhoz. Jó, a legbelső stabil körpálya az azt jelenti, hogy a fekete lyukat nem lehet csak úgy megközelíteni, mert az esemény horizontnak körülbelül a háromszoros méreténél már olyan erős lesz a gravitációs tér, hogy onnantól kezdve nincsenek stabil körpályák. De nem lehet stabil körpályára állni. Ha ennél közelebb kerül valaki egy fekete lyukhoz, akkor menthetetlenül belezuhan a fekete lyukba. Onnantól már nincs úgymond visszaút. Jó. A fotonszféra pedig egy másik fogalom, ami azt jelenti, hogy fénysebességgel, tehát a fénysugár számára melyik az a távolság, amelyik még éppen úgy, tehát a fénysugár még éppen úgy tud elmenni a fekete lyuk mellett, hogy utána a végtelen távolba jusson. Ha ennél közelebb halad a fénysugár a fekete lyukhoz, akkor a fekete lyuk az magába zárja, és onnantól kezdve a külvilág számára nem lesz elérhető. Tehát az a fénysugár, az már nem képes elhagyni a fekete lyuknak a terét. Oké. Hát ez mind nagyon szép, ez mind nagyon jó. Ezeket a dolgokat már több mint 100 évvel ezelőtt ki lehetett számolni. Maga Einstein a relativitás elmélettel ugye nagyjából a 1930-as években rukkolt elő, körülbelül akkortól kezdve már ismertek ezek a dolgok. Honnan tudjuk azt, hogy a valóságban is ez ténylegesen így van? Nos, onnan, hogy különböző csillagászati megfigyelésekkel sikerült igazolni azt, hogy vannak olyan csillagászati objektumok, ahol fekete lyukak fordulnak elő, és fekete lyukak léteznek. Konkrétan azt is sikerült megállapítani, hogy a fekete lyukaknak az univerzumban legalább kétféle típusa létezik. Az egyik típusa a fekete lyukaknak ezek a csillagtömegű fekete lyukak. Ez azt jelenti, hogy egy csillag tömegével összemérhető tömegű az adott fekete lyuk. Általában ezek az ismert fekete lyukak ilyen 10 és 100 nap tömeg közötti tartományon mozognak. Tehát nagyjából a 10 és a 100 nap tömeg az, amit úgy hívunk, hogy csillagtömegű fekete lyuk, és ilyeneknek a létezéséről teljesen egyértelműen tudomásunk van. Általában a következő konfigurációban fordulnak ezek elő. A fekete lyuk nem magányosan van, hanem mellette van egy társcsillag, és erről a társcsillagról anyag áramlik át a fekete lyukra, itt a gravitáció hatására. Az átáramló anyag az pályára áll a fekete lyuk körül, és egy ilyen akréciós korongnak nevezett korongot képez a fekete lyuk körül. Ez itt kering az anyag a fekete lyuk körül, szépen ebben az akréciós korongban, és egy idő után, mikor lefékeződik, akkor behullik a fekete lyukba. A fekete lyukba hulló anyag annyira fölmelegszik, hogy erőteljesen sugározni kezd, egyszerűen a hőmérséklet hatására. Ezen kívül a
a mágneses, a fekete lyuknak a mágneses terének a hatására az itt keringő töltött részecskék ilyen két irányú sugárnyalábot, úgynevezett jetet hoznak létre, és ezek is jellegzetesen megjelennek az ilyen fekete lyuk és csillag alkotta kettős rendszerekben. Ez az itt látható ábra konkrétan a Cygnus X1-nek nevezett objektum modellje, ugye a rajzoló így képzeli el, hogy így nézhet ki ez az ismert objektum. A Cygnus X1 az ugye a Cygnus, tehát a hattyú csillagképben egy röntgenforrás, amiről nagyjából a 80-as években sikerült bebizonyítani azt, hogy ez bizony egy nagyon érdekes kettős rendszer, mert az egyik komponense fekete lyuk. Itt láthatóak azok a csillagászati mérési adatok, amikkel ezt be lehetett bizonyítani. Ez itt, tehát ez egy olyan rendszer, ami nagyon erős röntgenforrás egyrészt, másrészt meg ott lehet látni az egyik csillagot. Ez egy nagy tömegű, nagyon forró, óriás csillag. Úgy, mint ahogy az előző ábrán is lehetett látni, ez a nagy kék. Egy nagy tömegű, nagyon forró, óriás csillag, amelyik a színkép elemzéssel kimért adatokból láthatóan 75 km per szekundumos amplitúdóval kering valami körül. Ezek a mérések a csillag látóirányú sebességet mutatják, ez az amplitúdó, ez elég nagy. Ez a 75 km per szekundum, ez elég nagy. Meg lehetett mérni azt, hogy ennek az óriás csillagnak nagyjából 19 naptömeg a tömege, és ez az óriás csillag, ez egy teljesen láthatatlan komponens körül kering ekkora sebesség amplitúdóval. Ki lehet számolni ezekből az adatokból, hogy az a másik társ objektum, ami ezt a keringést létrehozza, az legalább 15 naptömegű. Kicsit bizonytalan az, hogy hogy áll a pálya, hogy mennyire éléről látunk rá, de az a lényeg, hogy legalább 15 naptömegűnek kell lennie. Legalább 15 naptömeg, és nincs ott semmi. Tehát semmi nem látszik. Ez teljesen egyértelmű, hogy csak is fekete lyuk lehet, és a röntgen sugárzás, amit lehet mérni a rendszerből, az is egyértelműen erre utal, hogy ott a fekete lyukba hulló anyag kelti a röntgen sugárzást. A röntgen sugárzás az nem olyan egyszerű kelteni egyébként. A csillagok azok nagyon kevés röntgen sugárzást tudnak csak úgy maguktól kelteni, de a fekete lyuk körül keringő anyag az igen. Jó, úgyhogy az a helyzet, hogy ez volt az egyik első ilyen csillagászati mérésekkel, tehát konkrét adatokkal, bizonyítékokkal alátámasztott fekete lyuk, amiről azóta már kiderült, hogy számos ilyen van, tehát sok ilyen fekete lyukat ismerünk, ami ilyen nagyjából 10 és 100 naptömeg közötti tömegtartományban van. Hogyan keletkezhetnek ezek a fekete lyukak? Többé-kevésbé ezt is tudjuk. Tehát ugye hangsúlyozom, hogy a csillagászok nagyon okos emberek. A fekete lyukak azok nagyon-nagyon rejtélyes objektumok, de a csillagászok meg tudják mondani, hogy egyrészt, hogy melyik objektum a fekete lyuk, másrészt meg, hogy hogyan is jött létre. Pedig ez a folyamat, ez tőlünk elrejtve a nagyon nagy tömegű óriás csillagok belsejében zajlik. A fekete lyukok keletkezése akkor történik, amikor egy nagyon nagy tömegű csillagnak a belsejében a vasmag az nem tudja már a saját súlyát megtartani, és összeomlik. A nagyon nagy tömegű csillagok belsejében a magfúziós folyamatok azok egészen a vasig képesek eljutni. Tehát vasat termel a magjában egy nagy tömegű csillag. Amikor a vasmag kialakul, ott az tovább utána már nem tud fúzionálni, mert a vasnak a fúziója már nem termel energiát. Ezért a vasmag az csak hízni tud, és egy idő után, amikor túl nagy tömegűre hízik, akkor összeomlik. Tehát gravitációs összeomlás. Ennek a vasmagnak az összeomlása egy szupersűrű állapotot, úgynevezett neutroncsillag állapotot hoz létre. Normál esetben a neutroncsillag, a neutroncsillagnak az anyaga az annyira sűrű és annyira nehezen összenyomható, hogy ez meg tudja állítani ezt az összeomlást, és akkor a csillagnak a többi része, ami rázuhan erre a neutroncsillagra, szépen visszapattal róla, mint a teniszlabda a rugófalról, és akkor jön létre egy lökéshullámnak nevezett mennyiség, ami aztán egy fúziós robbanást eredményez. Ezt hívjuk úgy, hogy szupernóva robbanás. Na most abban az esetben, hogyha a vasmag meg az összeomló csillagmag az túl nagy tömegű,
akkor a neutroncsillag állapot nem tud megmaradni, hanem az is tovább összeomlik, és a jelenlegi ismereteink szerint ott nincs tovább semmi olyan állapot, ami ezt képes lenne megállítani, tehát elvileg ott az anyag, az a gravitáció olyan erős, hogy az anyagot minden határon túl kicsire összehúzza, tehát nulla méretűre összehúzza, és ekkor fekete lyuk képződik. Tehát nagyon-nagyon nagy tömegű csillagoknak az összeomló vasmagja elvileg képes fekete lyukat létrehozni. Azt nagyon nehéz megmondani, nem is nagyon lehet pontosan, hogy pontosan mekkora tömegű csillag, mekkora tömegű fekete lyukat tud létrehozni, itt nagyon sok a bizonytalanság, de a tapasztalat azt mutatja, tehát, hogy ilyen 10 és 100 nap tömeg közötti lesznek ezek a fekete lyukak, amik így kialakulnak. Tehát az összeomló csillagmagok azok, amelyek képesek a fekete lyukat létrehozni. Egy ilyen vasmagnak az összeomlása egyébként az egy nagyon-nagyon érdekes folyamat, mert csillagászok még azt is ki tudták számolni, hogy egy ilyen összeomlás az körülbelül 0,2 másodpercig tart. Tehát nagyjából 0,2 szekundum alatt összeomlik a vasmag neutroncsillaggá vagy fekete lyukká. Egyik pillanatban még csillag, vas, puty, kész. Oké. Léteznek kettős fekete lyukak. Ezeket lényegében csak sejtettük egészen 2015-ig, amikor is 2015-ben a LIGO gravitációs hullám detektor az első ilyen eseményt detektálta. Ugye a gravitációs hullámok azok szintén az Einstein-féle általános relativitás elméletnek az egyik jóslatai voltak, amelyeket 2015-ben nagy sikerrel bejelentették, hogy sikerült ténylegesen ezekkel a nagyon precíz lézeres interferometrián alapuló gravitációs hullám detektorokkal észlelni. Valóban nagyon-nagyon picike ilyen változásokat kellett kimutatni, ilyen több kilométer hosszú interferométerekben. Akkor már érdekes módon az első eredmény mutatta, hogy itt ilyen 30 és 50 nap tömeg közötti tartományban lévő fekete lyukaknak az összeolvadásakor keletkező gravitációs hullámokat sikerült észlelni. Ezt szintén ki lehetett számolni azokból a jelekből, amiket a gravitációs hullámdetektorok észleltek. Tehát ez volt az első közvetett bizonyíték arra nézve, hogy ténylegesen valóban léteznek kettős fekete lyukak, és ezek a kettős fekete lyukak ezek képesek így összeolvadni is, és hogyha két fekete lyuk összeolvad, akkor egy még nagyobb tömegű a fekete lyukat alkot, a kettőnek a tömege lényegében összeadódik, és utána egy nagyobb tömegű fekete lyuk marad a helyén. Azóta, 2015 óta a LIGO az folyamatos üzemben működik, és jelenleg ott tartanak, hogy az érzékenységnek a folyamatos növelésével most már nagyjából olyan hetente egy ilyen eseményt detektálnak. Nagyon nehéz ezeknek egyébként az ellenőrzése, mert már olyan szempontból, hogy a gravitációs hullám jelet azt észlelik, az rendben van. Az igazi azért az lenne, hogyha mellette valamilyen másmilyen jelet is tudnánk észlelni. Csak sajnos az a helyzet, hogy két fekete lyuk összeolvadásakor az elméleti modellek sem jósolnak mérhető fényt, vagy sugárzást. Ugye eleve két olyan objektumról van szó, amik nem bocsájtanak ki fényt, amikor ezek összeolvadnak, akkor is nehéz megjósolni, hogy ott bármi sugárzás keletkezhet-e. Most jelenleg úgy tűnik, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy egyik ilyen LIGO eseménynél, pedig 2015 óta volt legalább 50, de inkább 100 ilyen esemény, egyiknél sem tapasztaltak semmiféle egyéb más, mondjuk elektromágneses sugárzást. Semmi más ilyen esemény nem volt. Úgyhogy ez azért egy kicsit nehézé teszi ezeknek a további vizsgálatát, de minden esetre egyáltalán ezen jelenségeknek a száma az mutatja, hogy kimondottan gyakori folyamatról kell, hogy szó legyen. Magyarán az univerzumban sokkal-sokkal több fekete lyuk van, mint amennyit úgy egyébként úgy naívan föltételeznénk. A fekete lyukak, létező fekete lyukaknak egy másik csoportja az úgynevezett szupermasszív fekete lyukak. Szupermasszív fekete lyukak a galaxisoknak a középpontjában helyezkednek el. A szupermasszív jelző az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon nagy tömegű.
Konkrétan ezek millió naptömeg, vagy inkább 10 millió, 100 millió, sőt vannak milliárd naptömegű fekete lyukak is galaxisoknak a középpontjában. Ilyenfajta szupermasszív fekete lyuk található például a híres Centaurus A galaxisnak a középpontjában is. Itt ez a röntgenfényben készült kép mutatja azt a hatalmas energianyalábot, azt a hatalmas anyagnyalábot, ami a fekete lyukat övező akréciós korongból érkezik, és szinte az egész galaxison így keresztül hatol. Ez egy több mint 1 milliárd naptömegű fekete lyuk ból származó ilyen anyagsugár. Nem magából a fekete lyukból természetesen, hanem az azt övező akréciós korongból. Ez a jópofa kis animáció, és mellette a fénykép, a tejútrendszernek a középponti vidékét mutatja. Ez itt nagyjából egy fényév távolság, és a tejútrendszer központi objektuma az itt, ezen a helyen található, lényegében nem látszó képződmény. Tehát ez az a tartomány, ahonnét nagyon-nagyon erős rádió és röntgensugárzás érkezik. Látható, illetve infravörös tartományban semmiféle objektumot nem lehet ott látni. Ez a jobboldali ábra pedig azt mutatja, hogy a környező csillagok az itt megjelölt vonzócentrum körül milyen sebességekkel, milyen pályán mozognak. Ezek itt mind-mind csillagok. Látható, hogy valami nagyon erőteljes vonzócentrum, ami nem látszik, az kényszeríti, az készteti ilyen különböző ellipszis és parabolikus, meg hiperbolikus pályára ezeket a csillagokat. Maga ez a vonzócentrum, ez nem mozdul sehová. Ez mutatja, hogy az egy olyan láthatatlan erős objektum, aminek nagyon-nagyon erős gravitációja van, sokkal-sokkal erősebb, sokkal nagyobb tömegű kell, hogy legyen, és sokkal erősebb gravitációja, mint az összes többi csillag. Ki lehetett számolni, hogy ez egy 4 millió naptömegnyi fekete lyukat jelent. A tejútrendszer közepén tehát egy 4 millió naptömegnyi szupermasszív fekete lyuk található. Sokat lehetne még ezekről mesélni, de az igazán izgalmas kérdés az az, hogy hogyan lehetne megvizsgálni egy fekete lyukat közelről. Ugye, mert az igazi az mégiscsak az lenne, hogy hogyan lehetne közel menni. Már most rögtön itt mindjárt szólnék, hogy otthon senki ne kísérletezzen ezzel. Jó? A határozott kérésem, hogy ezt semmiképpen se, mindenki bízza ezt a profi csillagászokra. Mert ugye a profi csillagászok tudják azt, hogy ezt hogyan kell csinálni, és meg is szeretném mutatni, hogy hogyan. Hogyan csináljuk ezt? Ugye, tehát ez lenne az elképzelés, hogy jó lenne megközelíteni egy fekete lyukat. Igen ám, de ez problémás, mert a fekete lyuknak nem csak nagyon erős a gravitációja, hanem a fekete lyuk közelében még az is jellemző, hogy nagyon erősen változik a gravitáció. Tehát egy kicsit odébb megyek, akkor már ott sokkal erősebb a gravitáció, mint korábban, mint a másik pozícióban. Ad abszurdum, hogyha elég közel kerülünk hozzá, például egy valamilyen hirtelen ötlettől vezérelve az űrhajós úgy gondolja, hogy hát ő beleugrik a fekete lyukba, akkor viszonylag gyorsan, egy pillanatra jó ötletnek tűnt, ugye? Viszonylag gyorsan eljut abba az állapotba, hogy a lábát azt ötször akkora gravitációs erő fogja húzni, mint a fejét, tehát szerencsétlen megnyúlik, mint a középkori kínpadon a arabok, vagy a vallatott emberek, és aztán utána pedig dicstelen véget ér, mert ugye nem csak megnyúlik először a teste, hanem utána szét is szakad. Ugye ezt a jelenséget el is nevezték spagettifikációnak, mert ugye mindenből ilyen spagettiszerű, ilyen megnyúlt valami lesz. Hát igen, szóval egy fekete lyuk az kimondottan agresszív ilyen szempontból, és nagyon érdekes egyébként, hogy a kis tömegű, tehát a csillagtömegű fekete lyukak, azok sokkal agresszívabbak. Ott sokkal erőteljesebb ez az effektus. A szupermasszív fekete lyukak, azok békések. Az egy ilyen békés óriásnak tűnik, hogy attól sem lehet elmenekülni egyébként, tehát hogyha megragad, akkor vége, de nem szakítja ennyire szét az oda be repülni szándékozót. Oké, na most nyilván ugye az lenne a fekete lyuk megközelítésének az egyik működő taktikája, hogy nem mi
menjünk közel a fekete lyukhoz, hanem küldjünk valamit oda. És akkor nézzük meg, hogy azzal mi történik. Erre vonatkozóan viszonylag határozott elképzelésekkel, sőt, még komputer szimulációkkal is rendelkezünk. Ezt szépen ki lehet számolni, hogy mi fog történni. Itt például egy ilyen számolásnak az eredményét láthatjuk illusztrációként. Ugye itt valamilyen objektum megközelíti a fekete lyukat, akkor először is megnyúlik, majd pedig utána szétszakad, és az itt pályára álló törmelék, az lényegében egy idő után a fekete lyuknak a közvetlen környezetébe jut. Tehát ezt a folyamatot lenne érdemes tanulmányozni annak érdekében, hogy plusz információkat szerezzünk a fekete lyukakról. Ezt a jelenséget hívják a szakemberek árapálykatasztrófának. Az angol terminológia az a tidal disruption event. A tidal az ugye az árapály, a disruption az szétesés, az event az meg jelenség, tehát árapály szétesés jelenség. Ez magyarul olyan nem igazán gördülékenyen hangzik, úgyhogy ezért vezettük be ezt az árapály katasztrófa kifejezést. Oké, tehát még egyszer az történik, hogy a csillag, amelyik megközelíti a fekete lyukat, az erős gravitációs tér hatására szét megnyúlik, majd szétesik, és ez a széteső anyag, ez áll pályára a fekete lyuk körül, majd pedig utána a fekete lyukban végzi. Milyen megfigyelhető nyomai lennének egy ilyen folyamatnak? Hát, ez többféle dolgot is jelenthet. Például az egyik az az, hogy a fekete lyuk körül pályára álló anyag, ahogy említettem az elején, ez egy akréciós korongot fog képezni, és ebből az akréciós korongból anyag hullik be a fekete lyukba, de mielőtt beleesne, előtte annyira összesűrűsödik, és a gyors keringés hatására annyira fölmelegszik, hogy elkezd mindenféle sugárzást kibocsájtani. Többek között nagyon erős röntgensugárzást is, ezt már a Cygnus X-1 esetén a csillagtömegű fekete lyukak körül is tapasztaljuk. Szupermasszív fekete lyukak körül úgy szintén lehet ilyenfajta sugárzásokat tapasztalni. De mi van akkor, hogyha ténylegesen egy csillag így szétesik, és úgy annak az anyaga jut be a fekete lyukba? Ebben az esetben a röntgensugárzás, vagy egyáltalán bármiféle sugárzás, ami onnan érkezik, hirtelen megemelkedik. Tehát hirtelen felfényesedik az az adott objektum. Ezt a hirtelen felfényesedő objektumot lehet különböző csillagászati mérőrendszerekkel detektálni. Az ilyen objektumokat, amik így hirtelen megjelennek, és csak egy darabig látszanak, a csillagászatban tranziens objektumoknak nevezzük. Ilyenfajta tranziens objektumokat a világ csillagászai, a különböző csillagvizsgálók módszeresen keresnek. És ezen tranziens kereső programok rendszeresen detektálnak ilyenfajta jelenségeket, amelyek tehát így a jellegzetesen a galaxisoknak a középpontjában lévő szupermasszív fekete lyukak körül lejátszódó ilyen TDL jelenségek, tehát árapálykatasztrófák lehetnek. Ez egy példa, itt van egy jó pofa kis galaxis, aminél 2016-ban jól látható, hogy nagyon szépen kifényesedett a közepe, pont a közepe. Ki lehetett mutatni a mérésekből, hogy ez ténylegesen egy ilyen árapálykatasztrófa jelenség volt. Ennek a képnek az az érdekessége, hogy ezt Piszkéstetőről az akkor még MTA csillagászati intézetnek a 90 cm-es Schmidt távcsövével készítettük. Tehát még Piszkéstetőről is le tudtuk fotózni ezt a meglehetősen távoli galaxisban lejátszódó árapálykatasztrófát. Oké. Hát itt most megint a képletekben nem akarok belemenni természetesen, csak annyit szeretnék ennek kapcsán így felvázolni, hogy ez a folyamat, ez azért nagyon-nagyon változatos lehet, mert nagyon függ attól, hogy mekkora tömegű csillag közelíti meg, mekkora tömegű fekete lyukat, illetve milyen távolságban. Egy fontos paraméter, ez az úgynevezett ütközési paraméter, ami lényegében azt mondja meg, hogy mennyire közel jut a csillag a fekete lyukhoz. Nyilván minél közelebb jut, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy teljesen szétesik. Ki lehet ezt is számolni, hogy milyen paraméterek, milyen fajta folyamatokat fognak eredményezni. Ez itt egy kis komputer szimuláció, kis movie, ami mutatja ennek a jelenségnek a lefolyását, hogy számítógéppel modellezve, egyenleteket beprogramozva,
vajon hogyan látszik ez? Ugye itt lehet látni, itt van a fekete lyuk, és akkor itt körülötte az anyagfelhő, ahogy így rázoomol a komputer, itt lehet látni, hogy itt az anyagfelhő, itt körülötte, így alakul ki az akréciós korong. Oké. Jó. Rendben, szóval a helyzet az az, hogy ha bár ez a folyamat ez eléggé sok paramétertől függ, azért azt határozottan lehet állítani, meg lehet állapítani, hogy az egész folyamatot két részre lehet bontani. Van egy ilyen kezdeti nagyon erős felfénylés, egy nagyon erős tranziens, aminek az időskálája az ilyen néhány hét, esetleg egy-két hónap. Majd pedig azt követően egy viszonylag lassabb folyamat, amikor ez az akréciós korong képződött, és ebből az akréciós korongból hullik be az anyag a fekete lyukba, ez egy viszonylag lassabb folyamat, ez utána évekig megfigyelhető egy alacsonyabb mértékű sugárzási szint mellett. Oké? Ezek különböző számításokat mutatnak, amelyek szintén arra vonatkoznak, hogy milyen a fekete, mekkora tömegű fekete lyuk körül, mekkora csillag, milyen fajta megfigyelhető sugárzást képes produkálni. Itt egy nap tömegű csillagnak a szétesését számoltam ki, egy 10 az 5-en, illetve 10 a 6-on nap tömegű fekete lyuknak a terében. A piros jelenti a 10 az 5-en, tehát 100 000 nap tömeget, a kék pedig az 1 millió naptömegű fekete lyukat. Látszik, hogy itt a vízszintes tengelyen az idő van feltüntetve, a függőleges tengelyen pedig a mérhető sugárzásnak a mennyisége. Látszik, hogy ugye itt ez az a bizonyos kezdeti tranziens jel, ami aztán utána szépen így lassan elhalványulva itt az akréciós korongnak a sugárzását lehet már megfigyelni. Látszik, hogy ezeknek a jeleknek az alakja az meglehetősen hasonló. Oké. Végül, de nem utolsó sorban, szeretnék egy ilyen árapály katasztrófa jelenség felfedezéséről beszámolni, amit ugye nem itt Magyarországon, hanem az óceán túlpartján Amerikában sikerült elérni, de ennek a folyamatnak is a részese lehettem, nagy-nagy szerencsének köszönhetően. Ez 2009-ben történt, amikor én éppen a Texasi Egyetemen dolgoztam, és ott a Texasi Egyetemen éppen egy szupernovákat kereső észlelő programnak az adatait elemezgettük, amikor is erre a jelenségre bukkantunk. Ez egy tranziens objektum volt, ami főként a kék tartományban, tehát a rövid hullámhosszakon volt nagyon fényes. Ez itt ezt a területet mutatja, ahol ez a tranziens objektum megjelent, jóval az esemény előtt, ez a Sloan égbolt felmérő szörvének a képe. Itt a tranziensről készült felvétel, amit a Swift űrtárcsővel készítettek a mi kérésünkre. Ez pedig láthatóan két hónappal később ugyanaz az objektum, ugyanazzal az űrtávcsővel. Tehát látható, hogy itt megjelent hirtelen egy tranziens, nagyon fényes kékben és ultraibolyában erősen világított tranziens, ami aztán utána egy-két hónap elteltével itt szépen elhalványult. Mi lehetett ez? Így ránézésre akármi lehet egy ilyen tranziens objektum. Nagyon-nagyon sokféle csillagászati tranziens folyamatot ismerünk. A leggyakoribbak egyébként ilyen esetekben azok a novák vagy a szupernovák. Ez mivel kiderült, hogy extragalaktikus objektum, ezért leginkább szupernova lehetett volna, de kiderült, hogy nem az. Minden ilyen dolgot azt színképelemzéssel lehet kideríteni. Ez egy elég halvány objektum volt, tehát a színképelemzéshez nagy távcsövet kellett készíteni. Szerencsére a texasiaknak van nagy távcsöve, ez a 10 méteres Hobby Eberly teleszkóp. 10 méteres tükörátmérői távcső, ez ugye a világ egyik legnagyobb távcsőve, a Keck teleszkóp is 10 méteres, és ez körülbelül úgy nagyjából a jelenleg a Földön elérhető legnagyobb távcsőméret. Úgyhogy ezzel a hatalmas, óriás teleszkóppal végigmérve az objektumnak a színképét, azt láttuk, hogy ez a meglehetősen egy ránézésre ilyen keveset mondó színképsorozat.
volt megfigyelhető. Vízszintes tengelyen a hullámhossz van feltüntetve, itt van a kék szín, itt van a vörös szín, és itt pedig a mért fényesség. Az látszik, hogy a legkorábbi színképek azok egy ilyen úgynevezett kontinuumot mutattak. Ugye ez a magas hőmérsékletű forró gázra utal, és nincsenek benne színképvonalak. És utána, ahogy így haladtuk, ahogy így telt az idő, és egyre csökkent a fényesség, ennek a kontinuumnak a meredeksége az változott, de ugyanúgy nem lett benne semmiféle színképvonal. Ebből teljesen egyértelműen vált, hogy ez nem valami csillaghoz kötődő tranziens, tehát nem nóva, nem szupernóva, nem semmi olyasmi, amit ismerünk. Ez egy tök ismeretlen, akkoriban tök ismeretlen fajta objektum típus volt. Nincsenek benne ugyanis színképvonalak. Ez, hogy itt csökken a kontinuumnak a meredeksége, ez arra utal, hogy egyre hűl. Tehát egyre hidegebb lesz, ahogy ez valahogyan fejlődik, de igazából az, hogy nincsenek benne színképvonalak, ez nagyon-nagyon furcsává tette az egészet. Úgyhogy végül is a modell számítások alapján, és ez itt a fényváltozásnak a menetét mutatja, ugye emlékeztető, ez a nagyon gyors felfényesedés, utána lassabb elhaványulás, ez jellegzetesen az ilyen hirtelen megjelenő tranziens folyamatokra jellemző fényváltozás. Ezek ugye emlékeztetnek azokra a fénygörbékre, amiket itt korábban mutattam, ezeknek az árapály katasztrófáknak a megjósolt fényváltozásai. Nos, különböző sok-sok ilyen modellszámítást végigfuttatva végül is arra következtetésre jutottunk kutatócsoportban, hogy ez egy ilyen árapály katasztrófa kellett, hogy legyen, és azóta az ezzel kapcsolatos szakcikk meg is jelent az Astrophysical Journalben. Úgyhogy ezt a magyarázatot találtuk a legvalószínűbbnek. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna mondani. Köszönjük szépen, és gondolom lettek kérdések többekben, ugye? Úgyhogy akinek kérdése van, oda viszem a mikrofont, hogy a interneten is hallják, hogy mi volt a kérdés, ne csak a választ. Köszönöm szépen. Ugye tudjuk, hogy a csillagászok nagyon okos emberek, az asztrofizikusok még okosabbak, ezért meg szeretném kérdezni, hogy milyen alapon gondolják azt, hogy a fekete lyukban szingularitás van, és nem pedig valamilyen nagyobb méretű objektum. Tehát milyen alapon gondolják ezt? Igen. Már is válaszolhatok. Igen. Jó. Jó a kérdés. Azon az alapon gondoljuk, hogy nem tudjuk, hogy mi az, ami megállíthatná a megvédhetné úgymond az objektumot a szingularitás elérésétől. Tehát jelenleg a fizika törvényei azok nem ismernek semmi olyan fajta erőt vagy kölcsönhatást, amely képes lenne a gravitációt legyőzni akkor, ha az objektum átlépi az eseményhorizontot, tehát a gravitációs sugárnál kisebb méretű lesz. Egyszerűen nem ismerünk olyan, sem az erős kölcsönhatás, sem másmilyen olyan ismert fizikai kölcsönhatást nem ismerünk, amelyik ott le tudná győzni a gravitációt. És hogyha a gravitáció... Ha a gravitáció az hat, akkor az minden határon túl nulla méretűre összehúzza az objektumot. Ezen az alapon gondolom. Tehát azért, mert nem tudjuk. Lényegében ezt szerettem volna mondani, igen, tehát nem tudjuk. Csak kicsit. Gyuri, ott van. Igen, jövök. Igen, csak kicsit cizelláltam van, de ugye ez a lényeg. Köszönöm szépen. A sötét fotonok felfedezése valószínűleg új utakat adhat akár a black hole-oknak a kutatásával kapcsolatban is, gondolom, hiszen ennek magyar vonatkozása is van, legalábbis a tömeg méréssel kapcsolatosan, és úgy tudom, hogy ez egy elég dinamikusan elterjedt információ, ahol több kutatóintézet is fókuszál már erre a területre. Erről én viszonylag keveset tudok. Itt a sötét foton alatt arra gondol, ami a sötét anyagnak a részecskéje? Lehet?
Igen, én úgy tudom, hogy igazából ezek a kísérletek, ezek egyenlőre még nem teljesen megerősített konklúziókat eredményeztek. Tehát itt még nincs igazán konszenzus arra vonatkozóan, hogy a sötét anyagnak az alkotó eleme az pontosan micsoda. Erről csak ennyit tudok mondani, mert én ezen a területen nagyon korlátozott ismeretekkel rendelkezek csak. Természetesen, természetesen az új utak azok folyamatosan adódnak, tekintettel arra, hogy lényegében 400 éve a csillagászatban is, meg a természettudományokban is az úgynevezett galilei korszakot éljük. Tehát bármilyen új módszerrel vagy eszközzel próbáljuk vizsgálni a természetet, mindig olyan dolgokat fedezünk föl, amire korábban még senki nem gondolt. Tehát ugye ugyanúgy, mint ahogy Galilei annak idején a távcsővével. Olyan dolgokat látott, amit nem is gondoltak, hogy az úgy van. Ez mind a mai napig tart. Tehát természetesen ezek az új távlatok, ezek nap mint nap nyílnak. Az internet felül is érkeztek kérdések. Egyrészt emlékezzünk meg arról, hogy nézettségi rekord, úgy látszik, jó a téma, nem csak itt a helyszínen lógnak, a csilláron is a jelenlévők. Ádám kérdése, hogy miért vannak fekete lyukak a galaxisok középpontja? Egyszerű kérdés, de tényleg. Ó, nagyon jó. Nagyon jó kérdés. Miért van ott? És ki tette oda őket? Gondolom ez is része a kérdésnek. Erre most megint azt lehet mondani, de tényleg viccen kívül, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk. Az igazán érdekes dolog az, hogy az ilyen nagyon nagy tömegű fekete lyukak a galaxisok közepében már a nagyon távoli galaxisokban is jelen vannak. Tehát a nagyon távoli az azt jelenti, hogy az univerzum akkor még nagyon fiatal volt. Mert ugye az van, hogy minél távolabbra nézünk, annál inkább a múltat látjuk. Tehát amikor egy milliárd fényévre lévő galaxist vizsgálunk, akkor az azt jelenti, hogy az egy milliárd évvel korábbi állapotát látjuk az univerzumnak. Most amikor visszamegyünk egészen messzire az univerzumnak a nagyon korai korszakaira, na az az érdekes, hogy ott is jelen vannak ezek a szupermasszív fekete lyukak a galaxisok középpontjában, mert nagyon nagy mennyiségű és nagyon erős röntgensugárzást bocsájtanak ki ezek az úgynevezett kvazárok. És senki nem tudja, hogy lehet az, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen nagy tömegű fekete lyukak létrejöttek. Tehát amikor az univerzum még sokkal fiatalabb volt, akkor is voltak már ilyenek, ezt látjuk, és ennek ellenére nem lehet tudni, hogy ez pontosan hogyan történt. Úgyhogy azt lehet erre mondani, hogy ez intenzív kutatások tárgya, rajta vagyunk egész konkrétan, és remélhetőleg felbocsátandó James Webb űrtávcsővel többek között ilyenfajta vizsgálatokat tervezünk elvégezni. Itten az kiderült, hogy 115-en vannak az interneten. Pillanat, visszajövök rögtön, csak itt. Az induló ábráknál lehetett látni, hogy spirál tápláló forrása van a fekete lyuknak, és lehetett látni a fekete lyuknál egy tengelyszerű sugárzást. Uh-huh. Ez a fekete lyukhoz tartozik, vagy a tápláló környezethez? Nagyon jó kérdés. Természetesen nem a fekete lyukból jön, mert ugye onnan semmi nem tud kijönni, hanem ez a körülötte keringő anyagból származik. Az történik, hogy a fekete lyuknak, méghozzá a forgó fekete lyuknak a mágneses tere, az kölcsönhatásba lép ezzel a keringő anyaggal, ami az akréciós korongban kering a fekete lyuk körül, és ez a forgó mágneses tér plusz a keringő anyag együttesen olyan töltött részecskékre ható erőt eredményez, ami így két irányba így kilövi az akréciós korongnak a részecskét, mielőtt azok a fekete lyukba esnének. Tehát lényegében tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy akik így azok a részecskék, akik így ezekbe a jetekbe kerülnek, azok megmenekülnek a fekete lyuktól, tehát nem fognak belehullani, hanem így ilyen két irányba így kilövődnek. Igen, én még egyet szeretnék kérdezni, elnézést, a fekete fotonok inspirálták a kérdésemet, és azt szeretném megkérdezni, hogy hallani lehetett mostanában ilyen holografikus univerzumról.
Ez a holografikus univerzum elmélet szerint a sötét anyag, illetve a sötét energia teljesen megmagyarázásra nyert, vagy megmagyarázást nyert. Mennyire hihetünk ezekben az ábrándokban? Elnézést a kérdésre. Hát igen. Megint csak azt kell mondani, hogy szabadkozok egy kicsit. Tehát én nem foglalkozok ilyen elméletekkel. Amit viszont látok, az az, hogy hát ezek az elméletek, ezek meglehetősen sok spekulatív elemet tartalmaznak, még jelen pillanatban. Tehát ugye minden elmélet az nagyjából úgy annyi a realitás tartalma, amennyit ugye lehet belőle ellenőrizni kísérletekkel. Na most különösen, ilyen szempontból különösen problémás az úgynevezett multiverzum elmélet, amelyik ugye azt mondja, hogy egymással párhuzamosan többféle univerzum is létezik, és akkor ezek közül az egyik a miénk. És ezek között, az univerzumok között semmiféle átjárás nincs. Na most akkor most mi van? Tehát igazából ugye, hogyha nincs információ, akkor arról nem, azt nem tudhatjuk, hogy az létezik, bármi lehet. Tehát szóval ez egy nehéz kérdés. Ugyanez igaz ezekre a holografikus univerzum, meg egyéb ilyen elméletekkel, hogy ugye kísérletekkel ez legalábbis jelen állapotban nagyon-nagyon nehezen ellenőrizhető, és amíg ez nem ellenőrizhető, amíg nincsenek olyan jóslatok, amiket kísérletekkel lehet tesztelni, addig igazából ezek ilyen, nem akarom a fantazmagória kifejezést használni, de hogy hát ilyen nagyon erősen spekulatív elméletek. Köszönöm szépen. Köszönöm, jövök. A fekete lyukak ugye az akréciós koromból táplálkoznak jóformán. Igen. És az lenne a kérdésem, hogy mi történik, ha ez a korong elfogy, és nincs miből utánpótoljon, illetve a kérdés második fel, hogy meddig él ez után egy fekete lyuk, és mi történik vele. Gyakorlatilag ez történt a tejútrendszer központi fekete lyukával is, hogy elfogyott körülött az akréciós korong. Tehát ez egy idő után elfogy. Ez teljesen egyértelmű. És olyankor a belehulló anyag az leáll, lényegében a fekete lyuk úgymond elcsendesedik, tehát onnan a környezetéből már nem érkezik sugárzás, hanem csak úgy szépen úgy el van magában. És vár arra, hogy valaki esetleg arra jöjjön, és akkor ő ismét táplálkozhasson. Tehát ezt kell mondani. Úgyhogy ez történt lényegében a tejútrendszernek a közepén lévő szupermasszív fekete lyukkal is. Régebben, több milliárd évvel ezelőtt, egészen bizonyos, hogy ott volt körülötte anyagkorong, és ezért olyan jelenségeket mutatott, mint egy aktív galaxismag. Csak ez a korong ez elfogyott, most már nagyon-nagyon kevés a beleáramló anyag, és ebből adódóan ez a korábbi erőteljes aktivitás, tehát ilyen röntgen, meg rádiósugárzás, mindenféle hullámhosszon, ez megszűnt. És most már ez nem tapasztalható. Az igen, a Hawking sugárzásra tetszik gondolni. Igen. Van egy ilyen is, hogy Stephen Hawkingnak az egyik ilyen nagy eredménye az, hogy a fekete lyukaknak a párolgását ő kiszámolta. Ez egy részecske fizikai folyamat. Ez rendkívül lassú ilyen elpárolgást eredményez, méghozzá minél nagyobb tömegű a fekete lyuk, annál lassabb a folyamat. Gyakorlatilag ez csak az ilyen atomi méretű, ha egyáltalán léteznek atomi méretű fekete lyukak, azoknál lehet esetleg bármiféle mérhető effektusról beszélni. De hát azt még nem tudjuk, hogy atomi méretű fekete lyukak léteznek-e. Létezhetnek egyébként, de nem, ezt nem tudjuk. Ez a fekete lyuk elpárolgás, tehát ez egy ilyen részecske fizikai folyamat, a részecske-antirészecske kölcsönhatásnak az egyik formája, hogy az antirészecskék azok úgymond csökkentik a fekete lyuknak a tömegét. De mondom, ez egyelőre erőteljesen az elméletek kategóriájában van. Kísérletekkel ilyesmit nem sikerült még ellenőrizni. A csillagtömegű, meg az annál nagyobb tömegű fekete lyukaknál ez egészen bizonyos, hogy ez az effektus nem játszik különösebb szerepet. Az internet népe kérdez. Igen. Próbáltam erről beszélni egyébként, mondani, mert kapta a választ, de lehet, hogy tényleg igaza van. Itt szól, hogy a Mátyás kérdés azt mondja, a fotonszféra nem azonos az esemény horizonttal. Miért? Miért nem? Úgy van. A fotonszféra az azzal kapcsolatos, hogy a fénysugár, amelyik
oldalról érkezik, az a görbület, a térgörbület hatására milyen pályán tud tovább mozogni. Hogyha utána olyan térgörbület alakul ki, amivel a fénysugár képes a végtelen távolba eltávozni, akkor még a fotonszférán kívül van. Az a térgörbület, ami pont bezárja a fénysugarat a fekete lyuk köré, na az a fotonszféra. Ezzel szemben az eseményhorizont az az a tartomány, ahonnét kezdve a fény merőlegesen, tehát a fekete lyuk centrumának irányában képes elhagyni a fekete lyukat. Ez valamivel közelebb van a fekete lyuk felszín, vagy hát a szingularitáshoz, mint a fotonszféra. Más irányba megy a fény. Röviden, tömören ez a válasz. És amatőr kérdés, hogy lyuknak nevezzük. Igen. Ki tudjuk számolni, hogy hány nap tömegnyi a tömegük. A mozgásukat is ismerjük, de hogy térben ennek van elképzelhetősége, vagy téridőben? Ennek kiterjedése? Igen. Ez nagyon érdekes kérdés egyébként. Talán nem sikerült az elején annyira, mert nem akartam nagyon sok időt eltölteni ezzel. Nem tudtam teljesen felvázolni, hogy tulajdonképpen hogy is lehetne ezeket elképzelni. Tehát igazából a fekete lyuk a mi világunkon kívüli objektum valójában. A mi világunkban pusztán a gravitációja érzékelhető. Nagyon-nagyon érdekes. A fekete lyuk az egy saját belső világ, úgymond, amit mi kívülről kizárólag a gravitációja révén ismerünk. Tehát úgy kell elképzelni, mint egy feneketlen kutat, hogy csak befele lehet menni, kifele nem lehet jönni belőle. Mint hogyha egy feneketlen kútba esne bele valami. Ezért lehet azt mondani, hogy fekete lyuk, mert hogy csak befele halad az út, kifele nem jön belőle semmi. És a határa, a mi világunk és a fekete lyuk világa közti határ, az az eseményhorizont. Tehát számunkra lényegében úgy jelenik meg, mint egy eseményhorizont méretű valami sötétség. És nagyon érdekes, hogy tényleg olyan, mint hogyha elképzelnénk egy ilyen feneketlen kutat, amiből semmiféle fény nem jön ki, meg semmi, és csak befele lehet esni. És egy kicsit ilyen horrorisztikus elképzelés, de ez a valóság. Egy gömbszimmetrikus, nagyjából gömbszimmetrikus eseményhorizont méretű ilyen átjáró a semmibe. Ugye az előbb feltették azt a kérdést, hogy mi történik, hogyha a fekete lyuk körül már nincsen anyag, amit be tud szippantani. Az én kérdésem az lenne, hogy mi történik akkor, hogyha végtelen mennyiségű anyag van körülötte, hogy tudjuk-e telíteni a fekete lyukat, vagy erre ez abszolút... Nem. Ugye végtelen mennyiségű anyag nem létezik. Az egész univerzumban nem létezik végtelen mennyiségű anyag. Ez igaz. De ha elképzelnénk, nem tudnánk telíteni. A fekete lyuk végtelen tömegűre hízna. Tehát a fekete lyukba amennyi anyagot beleküldünk, az annyi, akkora tömeget fog magába szippantani, és kész. És minden határon túl nőne a tömege. Az eseményhorizont és a tömeg az lineárisan függ össze. Tehát minél nagyobb a tömege, annál nagyobb az eseményhorizontja. Ki lehet számolni azt is, hogyha például a galaxisban egy ilyen nagyon nagy tömegű fekete lyukat létrehoznánk, akkor az ugye elkezdené magába szippantani, vagy hát elnyelni a környező anyagot, és akkor mekkora anyagsűrűségnél lenne az, hogy a mérete mindig annyira növekszik, hogy mindig újra és újra elnyeli a környező anyagot. De nagyon nagy tömegű fekete lyuk kell hozzá, a galaxist szerencsére nem fenyegeti ez a veszély, viszont hogyha a Földet eltalálná egy fekete lyuk, akármilyen kisméretű is, az előbb-utóbb a Földet bekebelezni. Meg mindent. Ahogy a napot eltalálna, a napot is bekebelezni. Tehát, hogy képzeljük el, hogy a térben így vándorol egy ilyen valamilyen kis méretű, kis tömegű fekete lyuk, befogódik akár a napba, akár a földbe, egy idő után, ott nincs megállás, egy idő után bekebelezni az egészet. Egyre nagyobbra hízna, és megenne mindent. A fekete lyuk az nagyon-nagyon veszélyes dolog. Ezért is mondtam, hogy ne kísérletezzen senki. Szerencsére nem olyan könnyű. Tényleg nagyon veszélyes dolog lenne. Hála Istennek nem tudjuk létrehozni mesterségesen. Azt kell mondani, hála Istennek. Nem konyhamar, az vaddisznó. Igen. És rúg. Igen, meg harap. Vagy porszívó. Harap. Igen. Ha már fekete lyukról beszélünk, akkor van egy fehér. Tehát white hole, vagy csak fantázia.
Ez elmélet. Elmélet. Igen, a relativitás elméletnek az egyenletei megengedik azt, hogy két fekete lyuknak az összekapcsolódása az a téridőben úgy megvalósulhasson, két forgó fekete lyukat lehet így összekapcsolni, hogy az egyiknél bele, az egyik esemény horizontján belehulló anyag, az a téridőnek egy ilyen alagútján keresztül a másiknál kibukkan. És akkor ez az egyiknél belehulló, az a fekete lyuk, a másiknál kibukkanó anyag, az a fehér lyuk. Elmélet. Elmélet. Nincs kísérletekkel igazolva, nem lehetett kísérletekkel igazolni. Az egyenletek nem zárják ki. Mint egy 30 évvel ezelőtt a fekete lyuk is elmélet volt. Valóban. 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 Nem kizárt egyébként. Kérdés. Tovább is. Az internet nagyon aktív. Az én hangom, vagy az internet hangja, tehát elnézést, hogy nem én beszélek, hanem János beszél, ez egy kicsit hosszabb, érdekes lesz, megpróbálom rendesen tolmácsolni. Míg a fekete lyuk felé zuhanó megfigyelő véges idő alatt belezuhan a szingularitásba, a külső megfigyelők viszont folyamatosan lassuló zuhanást látnak. Ez azt jelenti, hogy a külső megfigyelő nem láthatja sohasem, amikor valami elér az esemény horizontot. Akkor mégsem eszi meg a környező anyagot a fekete lyuk, mert sosem érik el? Jó kérdés, jó kérdés. Valójában az történik, hogy a külső megfigyelő a fekete lyuk esemény horizontjáról érkező fénysugarakat nem lesz képes érzékelni. Tehát ugye, amikor látjuk, hogy valami a fekete lyukat megközelíti, akkor lényegében az onnan származó fénysugarakat érzékeljük, érezzük. Azt látnánk, ha ezt kívülről figyelnénk, azt látnánk, hogy egyre lassabban közelíti a fekete lyukat, és egyre halványul, és egyre vörösödik az onnan érkező fény. Az eseményhorizont elérését soha nem tudnánk megfigyelni, mert egyrészt végtelen hosszú időt kellene várnunk ahhoz, hogy ez a látszólag lelassuló mozgás ez átlépje az eseményhorizontot, egyrészt, másrészt meg a fénynek a hullámhossza az végtelen hosszúra nyúlik, mikorra eléri az eseményhorizontot. Tehát úgymond a természet megakadályozza azt, hogy ezt a folyamatot megfigyeljük. De ez csak a külső megfigyelőnek a fény érzékelésére vonatkozik. Valójában természetesen átlépi az eseményhorizontot. Csak a külső észlelő nem látja. Köszönöm, én informatikus vagyok, úgyhogy ilyen egyszerű kérdést tudok csak feltenni. A címből kiindulva, hogy mi lesz a legvégén? Tehát lesz egy csomó konyhamalacunk, vagy a konyhamalacok is megeszik egymást, és egy nagy konyhamalac lesz. Jó, köszönöm. Igen. Igen. Hát azt kell mondani, hogy a lehetőségeknek a tárháza lényegében az univerzum rendelkezésére. Fekete lyukak azért olyan nagy sűrűséggel nem fordulnak elő a térben, hogy nagyon... Tehát, hogy nagyon valószínű lenne az a forgatókönyv, hogy az összes fekete lyuk végül egymásba olvadjon. Ez nem valószínű. Az meglepő egyébként így a gravitációs hullámészlelésekből, hogy ilyen gyakran előfordul az, hogy kettős fekete lyukak összeolvadnak, de azok elevek úgy keletkeznek, hogy közel vannak egymáshoz. Ugye a térben kóborló fekete lyukaknál nagyon-nagyon valószínűtlen, hogy ezek így összetalálkozzanak, egész egyszerűen azért, mert hogy az univerzum ilyen rendkívül nagy, és maga a tejútrendszer, vagy az egyes galaxis, az is rendkívül nagy méretű. És a fekete lyukaknak pedig alapjában véve azért mégiscsak kicsi méretük van, az eseményhorizontok azok nagyon kisméretűek. Tehát nagyon pici a valószínűsége annak, hogy így a térben kószáló fekete lyukak azok így összetalálkozzanak és egymásba olvadjanak. Tehát ez... Én inkább arra szavaznék, hogy ez valószínűleg kevés. Ez a sok kis konyhamalac, egy nagy konyhamalacszá egyesül, ez a kevésbé valószínű forgatókönyv. Én erre szavazok. De cserébe akkor visszakérdezném a hallgatóságot, hogy ki mit gondol? A tejútrendszer, az ugye legalább 100 milliárd csillagot tartalmaz. Vajon hány fekete lyuk lehet a tejútrendszerben? Itt ugye azt kell tudni, hogy a nagy tömegű csillagok, az ilyen 50-60 nap tömegű csillagok, azok végeredményben fekete lyukként végzik az életüket. És ezek nagyon rövid ideig élnek, tehát csak egy pár 10 millió évig,
sőt, akár 100 000 év alatt, 50-60 naptól, meg az inkább ilyen pár 100 000 évig él. Tehát a 10 milliárd év alatt, ami idő alatt a tejútrendszer létezik, nagyon-nagyon sok ilyen nagy tömegű csillag generáció élte le az életét. Vajon hány fekete lyuk lehet így a tejútrendszerben? Sok. Ugye, hogy azt gondolja az ember, hogy nagyon sok? A konkrét számolások, becslések azt mutatják, hogy ilyen olyan milliárdos nagyságrendű. Tehát összemérhető a tejútrendszer csillag populációjának a számával. Úgyhogy ezek annyira nem ritkák. Csak ugye a tejútrendszer nagyon nagy, ugye az átmérője 100 000 fényév ennek a nagy korongnak. 100 000 fényév az átmérője, tehát viszonylag nagy térben tudnak elosztani. De elég sokan vannak. Sok kell, hogy legyen. Szerintem hajazni fog erre a következő kérdés. Az internet népe nem hagy abba a kérdést. Imre. Okay. Sejtenek-e bármiféle interakciót a kizárólag gravitációs kölcsönhatásban résztvevő sötét anyag és a fekete lyukak között? Között? Kérdőjel volt. A sötét anyag belezuhanhat-e a fekete lyukakba, és annak ugyanaz lenne-e az idézőben látható hatása, mint a hagyományos anyagnak? Létezhet-e sötét anyagú fekete lyuk? Nagyon kiváló gondolat, és kristálytiszta logika. Természetesen igen, erre az a válasz. Ugye bármit lehet mondani, hiszen nem tudjuk, hogy mi a sötét anyag. Tehát lényegében bármit mondhatunk, ám de amennyiben igaz az, amit a kérdező is kérdez, hogy ha csak gravitáció van, akkor tényleg valóban ez lehetséges? Azt kell mondani, hogy igen. Tehát ugye, hogyha a gravitáció révén kerül kapcsolatba a sötét anyag a közönségessel, akkor igen, akkor a sötét anyag kapcsolatba kerül a fekete lyukkal, úgymond belehullik. Igen. Igen, és utána akkor a sötét anyag elkezdi dominálni a fekete lyuknak a tömegét. Igen. Én így naívan azt mondanám, hogy igen. Aztán majd meglátjuk. További kérdés? Köszönjük szépen. Titokban ugye háromféle fekete lyukról volt szó, a primordiális, ilyen pici kis akármikről, aztán a néhányszor 10 nap tömegnyi, meg a szuper nagy tömegűekről. Mi van közöttük? Miért nincsenek közöttük? Nagyon jó kérdés. Ugye mivel nem tudjuk, hogy a szupermasszív fekete lyukak hogy alakultak ki, ezért nagyon nehéz lenne erre választ adni. A csillagtömegű fekete lyukat, azt tudjuk, hogy alakul ki. Igazából erre a kérdésre se tudjuk a választ, de dolgozunk rajta. Na, mert ugye meglepetésként értek. És az, hogy ugye, amikor volt az első összeolvadásnál, a tömeg egy jelentős része sugárzásra alakult. Hogy úgy. Nagyobb hatásfokú, mint a magreakció. Úgy. Erről valamit hallhatunk, vagy csak ezt könyveljük el, hogy így van? Tehát itt azt lehet mondani, hogy az egyenletekből ki lehet számolni, hogy az összeolvadó fekete lyukaknál az erős gravitáció az milyen hatásokat eredményez. És hát tulajdonképpen az van, hogy az Einstein-féle egyenletekből ez jön ki, hogy a gravitációs hullámok ilyen folyamatnál annyira erősek lesznek, hogy az energia egy jó részét elviszik. Ugye a relativitás elméletben a tömeg és az energia azok ekvivalens fogalmak. Tehát itt a gravitációs hullámokban megjelenő kisugárzott energia, az valójában az eredeti objektumoknak a tömegéből származik. Tömegenergia ekvivalencia van, ugye E egyenlő M/C négyzet. És akkor ebből a tömegből származó ilyen nyugalmi energia, ez fordítódik az elektromágneses hullámok kisugárzására, és hát ez jön ki, hogy ilyen nagyon erős gravitáció esetén ennyire erős lesz, tehát ilyen sok tömeget veszítenek. Most ez nem elektromás, és mert akkor látnánk a fényét, gravitációs. Ez gravitációs, igen. Tehát az nagyon lényeges, hogy a sugárzás, itt az a gravitációs hullámra vonatkozik, fényt nem bocsájtanak ki ezek az objektumok, viszont gravitációs hullámot az igen, és természetesen azokhoz is energia kell, azba is energia terjed. Gravitációs hullám formájában történt a kisugárzás. Még egy pillanatra, mindent a Rezsőnek odaadom. A fantázia világában vagyunk, azt is mondta, hogy a 10. bolygó az lehet, hogy egy fekete lyuk. Oh,
igen, bennem is beindult a fantázia, hogy lehet-e olyan, hogy esetleg, miről volt szó, hogy szétsugározza egy jó részét tulajdonképpen a tömegének, és simán visszaalakul rendes anyaggá. Nem is vagyok fekete lyuk. Ez nincs. A szingularitásból nincs vissza. Ott nincs vissza. Legalábbis neked? A fizika jelenlegi törvényei szerint. Nincs vissza. Nem. Hogy mondjam, biztosan menjünk. Kifolyott az elem. Oké. Okay. Jó, akkor a tiéd. Jó, rendben. Rendben. Így ezzel esetleg? Oké. Okay. Kérdés? Ott lennének. Oké, okay, jó. Elviszem, és vissza. Mi lehet a racionális magyarázata egyáltalán a létrejöttének? Tehát mi lehet a racionális magyarázata? Miért van? Miért lehet? A fekete lyuk? Igen. Nehéz kérdés a racionális magyarázat. Hát ugye ilyen világban élünk. Tehát erre jobbat nem tudok kitalálni. A fizika törvényei az ezt jósolják, hogy ilyenek léteznek. És ugye mutattam a folyamatot, hogy a nagy tömegű csillagok vasmagja, az amikor összeomlik, akkor ha kellően nagy a tömeg, akkor nem ismerünk semmi olyan folyamatot, ami ezt az összeomlást megakadályozná, megfogná. Tehát ott a gravitáció mindent legyőz, és ott fekete lyuk fog kialakulni. Ez jön ki az egyenletekből, amelyek pedig a mi világunkat írják le. Tehát ilyen világban élünk. Az anyag az igazából a mi világunk számára elvész. Tehát, minthogyha feneketlen kútba esne. Onnan nincs visszaút. Kizárólag a gravitációja marad meg. És mint anyagi létező, ugye maga valóságában atomos anyagként, onnantól kezdve számunkra tovább nem létezik. Elveszett. Mint hogyha egy kapu nyílt volna egy másik világba, és akkor ez oda átkerülne, és ahonnan nincs visszaút. Ezt így kell elképzelni. Ilyen érdekesek. Mi? Nem kell idő az mikrofonnak, tolmácsátok a rövid kérdést. Lehetséges lesz-e, itt szól a kérdés, hogy valaha időutazással használjuk a fekete lyukak által biztosított időhasonlást? Lóra kérdezte. Röviden ismételtem. Igen, tehát a kérdés az úgy szólt, hogy lehetséges-e, hogy a jövőben esetleg időutazásra használjuk a fekete lyukat. Amennyire én tudom, a relativitás elmélet egyenletei a forgó fekete lyukak különleges esemény horizontját már most lehetővé tennék arra, hogy időutazásra használjuk, de nagyon lényeges, hogy ez a tudomásom szerint ez a jövőbe irányuló időutazás lenne. Tehát a múltba történő időutazást, azt az okság elvetiltja, a mi világunk instabil lenne, hogyha ez létezne, tehát ez nagy valószínűséggel nem létezik, mármint a múltba történő időutazás, viszont ha jól tudom, akkor a jövőbe történő időutazást, azt már a mostani ilyen egyenletek is lehetővé teszik. Tehát elvileg a válasz az, hogy igen, ha meg tudnánk közelíteni egy forgó fekete lyukat, akkor elvileg lehetne a időutazást végrehajtani. Egyébként mi is folyamatosan utazunk a jövőben. Hát igen, csak egyforma sebességgel, az nem vicc. Lábi kérdés? Igen. Csak egy gyors, feltűnt, hogy kiemeli azt, hogy forgó fekete lyukak vannak. Nem forgó fekete lyukak is? Igen. Igen, ugye a papír az mindent kibír, tehát ugye az van, hogy fekete lyukaknak a tulajdonságát ezt leginkább számításokból ismerjük, és a számítások szerint nagyon-nagyon nagy különbségek vannak a forgó és a nem forgó fekete lyukak között. Nagyon érdekes, de tény. Tehát a forgó fekete lyuknak az eseményhorizontja, az eseményhorizont környékének a téridő struktúrája egészen más, mint a nem forgó fekete lyuké. Erre megint csak az a válasz, hogy azért, mert ilyen világban élünk. A legfigyelhetőbb
Ennyire közelről még nem tudtunk tanulmányozni fekete lyukat. Elvileg megfigyelhető lenne, ha tényleg annyira közel tudnánk menni, és mondjuk ilyen kísérleteket lehetne végrehajtani, hogy bele lehetne ejteni ezt, azt, amazt. Akkor megfigyelhető lenne. Most ezen a vas-atom összeomláson gondolkodtam atomosan, hogy az atom az stabil protonok, elektronok és stb. Részes. De hogyha annyira összeomlik, és közelebb kerülnek egymáshoz a protonjai is, akkor ott már nem érvényes ez a taszítás? Igen, tehát itt először is a vas mag összeomlásánál a csillagmagról van szó, nem az atommagról. Tehát a csillagnak a magját alkotó vas atomok, azok sűrűsödnek össze. De igen, amikor ez a sűrűség ez kellően nagyméretű lesz, akkor a protonok és az elektronok, azok neutronokat képeznek, ezt hívjuk neutronizációnak, és ez oly annyira összenyomódik, hogy lényegében ott a teljes nukleáris maganyag az csupa-csupa neutronból fog állni. Tehát a protonok is megsemmisülnek, lényegében egymásba nyomódnak. És hogyha kellően nagy a tömeg, akkor az egyenletek azt mutatják, hogy még a neutronoknak, az úgynevezett elfajult neutrongáznak a nyomása, ami pedig azért nem egy piskóta dolog, az sem képes megállítani a további összeomlást, mert a gravitáció az annyival erősebb. Tehát a gravitáció az lényegében nulla méretűvel összepréssel mindent. De akkor mindegy, hogy ilyen atomról beszélünk. Igen. Akár, ez így igaz, csak a nagy tömegű csillagoknak a vas magja az, ami el tud ebbe az állapotba jutni, hogy így összeomoljon, mert egyébként más állapotú anyag az nem produkál ilyet.